Na hát hello, sziasztok, üdvözlök mindenkit. Gyorsan mondok pár gondolatot, és nem is húzom az időt igazából. Én amitől kiléptem ma az élőből, ugye 10 órát szenvedtünk a Radánnal. Voltak jobb, voltak rosszabb próbálkozások, de igazából nem volt meg az, ami kellett. És én ahogy kiléptem az élőből, elkezdtem nézni azt, hogy Twitch-en ki az, aki éppen játszik ezzel, és a Conti Twitch-en láttam, hogy ő pont most itt van, és jött egy tök jó ötletet, adott így. Én azt az esóvót használtam, amit ő, egy másik fegyveren, Bleeddel, kicsit átalakítottam a dolgokat, hogy passzoljon minden, és ezzel az összeállítással relatíve egy ilyen fél óra alatt le tudtam verni, korábban is lemehetett volna, hogy voltak jó próbálkozások, ezt föl is vettem, viszont amikor kiléptem a játékból, akkor vettem észre, hogy az OBS-en nem volt hang, a kép az megvan a videóanyag, ezért úgy döntöttem, hogy visszatöltöm a mentést, és utána még én lebasztam még egyszer, viszont itt már csak 8 percig tartott, és én vagy 10 vagy 15, nem tudom pontosan, és én ezt a 15 percet így a hanggal fölteszem. Ami hang nélküli, az is fönn lesz, viszont oda szeretnék, ez egy hosszabb hangvételű videó lesz, mert szeretnék pár dolgot mondani arról, hogy mit is jelent nekem a Souls-like, és hogy miért volt ez életem legnagyobb élménye. Annak ellenére, hogy eszmetlen nehéz volt számomra ez a boss, de ez adta meg a legnagyobb katarzist. De erről majd külön készítek egy videót, és este 6-kor, ez még a reklám helye, este 6-kor még nyomunk egy élőt, ahol élőben lebasszuk még egyszer a Radant. Reméljük, hogy sikerülni fog. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, és tessék!